Közeledik a húsvét, ezért ideje megfesteni az idei hímes tojásokat. Ez a hagyomány számos szimbólumot hordoz magában. Az élet, az öröm, a megbocsátás és a feltámadásba vetett hitét. Az ungvári skanzenben a helyiek a menekültekkel közösen igyekeztek elsajátítani a hímes festés fortéjait, amiben Román Pilip festőművész, a Kárpátaljai Művészeti Akadémia előadója volt a segítségükre. Az emberek számára a hímes mindig is azzal a reménnyel állt összefüggésben, hogy hamarosan minden jóra fordul. Hogy elérkezik a tavasz, kisüt a nap, a mai körülmények között pedig, hogy elérkezik a béke és a győzelem. Ez az akciónk a kultúra frontját szimbolizálja, ezért igyekszünk minél több embert bevonni ebbe. A gyermekek számára ez művészetterápia is. Nem mellesleg ez az egyik legtörékenyebb műalkotás, ami ritkán éli meg a következő évet. Ezért az is szimbolikus, hogy minden évben újat készítünk. A hímesek festése során sokféle színt és szimbólumot használnak a készítők. A 8 éves Uljana Irpinyből érkezett Ungvárra. Én egy ilyen mintát választottam. Itt kis fésűk és kacskaringók vannak. Ezekkel a vonalakkal kezdtem a díszítést. Utána következtek ezek a kis fésűk. A festék gyorsan szárad, de ha igyekszem, akkor szép rajzok sikerülnek. Uljana igyekezete nem véletlen, hiszen már tudja, kinek ajándékozza majd a hímesét. Édesapámnak fogom ajándékozni. A kislány és édesanyja első alkalommal vesznek részt ilyen foglalkozáson. Még sosem készítettem hímes tojást, nagyon érdekes volt. Bennünket érdekelnek a hagyományok, többek között a nyugat-ukrajnaiak is. Mi az ország keleti részéből származunk, ezért itt számunkra minden új és érdekes. Egy autentikus kárpátaljai mintát választottam. Ezt a legkönnyebb elsajátítani egy kezdőnek. Jobban kedvelem az ilyen hagyományos dolgokat, mint a modernebbet. A minták rajzolása során akadt olyan is, aki gyorsasági rekordot állított fel. Az 5 éves Kátya elmesélte, hogy a munkafolyamat melyik része tetszett neki a legjobban. Ezt ide kell tenni, majd ide és melegíteni. Utána le kell törölni, és ilyen szép lesz. Ki is lehet színezni, és akkor nagyon szép lesz. Minden hímes magában hordozza azon ember sorsának egy részét is, aki megalkotta. Olena szeretne minél többet megtudni a hímesekről és a minták jelentéséről. Azért jöttem, hogy többet megtudjak a minták jelentéséről. Én a nagyszőlősi járásban nőttem fel, ahol több felekezet is jelen van. A szüleim más-más felekezethez tartoztak, és édesanyám nem engedte, hogy mi hímeseket készítsünk. Keveset tudtam erről. Majd csak miután már nyugdíjba vonultam, akkor kezdtem el kötni, hímezni és hímeseket festeni. A viaszos technikát csak tavaly kezdtem kipróbálni. Idén már 5 ilyen hímesem van. A hímeseket oda lehet ajándékozni, de meg is lehet tartani, hiszen minden esetben örömet és jóságot jelent. Azok számára pedig, akik most még távol vannak az otthonuktól, a hímes tojások a hazatérés reményét is szimbolizálják. Számunkra pedig a jelenlegi körülmények között a békét és természetesen a közelgő nagy ünnepet, Krisztus Urunk feltámadását.